Dr. Szőke Barna vagyok, intézetigazgató helyettes a Matte Szőlészeti és Borászati Intézeténél, és egyben én vagyok a Badacsonyi Kutatóállomásnak is a vezetője, ahol éppen most vagyunk. A badacsonyi kéknyelűről fogunk beszélgetni, aminek már a neve is felhívja magára a figyelmet. Legyen szíves, mondja el, mesélje el nekünk, hogy mitől kiemelkedő nemzeti értéke a magyarságnak ez a bor. Nagyon különleges fajta, aminek az egyik fő oka az, hogy az egész világon gyakorlatilag csak és kizárólag Badacsonyban lehet ezzel a csodálatos fajtával találkozni. Nagy büszkesége a borvidéknek, ezer éves fajtája. Ha valaki Badacsonyba érkezik, anélkül el nem mehet innen, hogy a kéknyelűt meg ne kóstolná. Mitől olyan különleges? Miért csak itt található meg a világon? Nyilván maga a Badacsony, a hegy közelsége, a bazalt, a Balaton, ezek azok, amik meghatározzák a mi kis borvidékünk sajátosságát. Ezt találta meg valahogy sok évvel ezelőtt ez a fajta. Beilleszkedett, a legszebb arcát tudja mutatni. Nagyon szeretjük, óriási beltartalmi értékkel rendelkezik. Valahogy ez egy igazi tökéletes találkozás volt valamikor. Megtévesztő a neve a kék frankos, kék oportó, stb. Vonalon. Sokakban felmerülhet, hogy a kéknyelű az egy vörösbortadó szőlőfajta, de nem, ez tévedés. A kéknyelű abszolút fehér, fehér szőlő, fehér bora van. A nevét azt a születet megelőző egy-két hétben a fürt kocsány és a levélnyelének a kékes elszíneződéséről kapta. Akkor ettől is különleges, és milyen az ízvilágon? A kéknyelű az egy savasabb karakterű fajta, van némi termesztés technológiai hátránya, úgy mondjuk szakmailag, hogy funkcionálisan nővirágú. Ez azt jelenti, hogy valamilyen porzó fajta közel ültetésére van szüksége ahhoz, hogy megfelelően tudjon termékenyülni, mert a virágzata csak termőt tartalmaz, porzója az csökevényes, ezért a kötődése elég nehézkes, tehát kell egy olyan fajta, ami másodpercre pontosan együtt virágzik vele. Az egyik egy ősi fajta a budai zöld, a másik pedig ugyancsak a Szőlészeti és Borászati Intézet saját fajtája, elődeink kezemunkáját dicsérő rózsakő, ami tudja ezt a porzási feladatot ellátni. Emiatt elég alacsony termés mennyiséggel tudjuk szüretelni. Ez is egy különlegessége nyilván a fajtának, hogy nincs sok belőle, kb. 50 hektár kéknyelű van Badacsonyban. Hogy gazdálkodnak vele, hogy jusson mindig mindenkinek, aki szeretne? Ezt nem lehet kiszámítani. Emiatt, hogy alacsonyabb termés mennyiséggel kevesebb van belőle. Hát azért a kéknyelű egy magasabb árkategóriára pozícionált fajta. Nem az esti fröccsözéseknek a bora, ez inkább borozgatás megkoronázása, ez egy olyan minőség. Rengeteget foglalkozunk a fajtával nyilván, kutatóintézet révén, mivel ez a borvidékünk zászlóshajója. Említette, hogy ez egy ezer éves fajta. Ugyanilyen volt ezer évvel ezelőtt is az ízvilága, vagy pedig önök azért, mint tudósok, mint kutatók, akik foglalkoznak, azért látják és tudják, hogy hogy változik ez az évszázadok során? Én biztos vagyok benne, hogy ugyanilyen volt az íze, jellege, karaktere. A szőlő ugyanazt az arcát mutatja, ugyanúgy érik, ugyanúgy csodálatos gyümölcsöt születelünk születkor. Ennek megfelelően én azt gondolom, hogy a fő vonalak azok hasonlóak voltak. Azt is hozzá kell tenni azért, hogy az utóbbi 20-30 évben rengeteget változott pozitív irányba maga a borászati technológia. Például itt lehet különbség a 100 évvel ezelőtti kéknyelű és a mai kéknyelű között, hogy olyan óriási lehetőségünk van, tudásunk van. Sőt, technológiai lehetőségeink is vannak már a mi szakmánkban, hogy a leggyümölcsösebb borokat tudjuk elkészíteni, mindent át tudunk gyakorlatilag csempészni a szőlőből, a mustból a borba, ami születik. És itt lett egy icipici különbség, hogy ezek a borok esetleg tisztább ízűek lehetnek, mint mondjuk 100-150 évvel ezelőtt voltak. Van kiemelkedő évjárat? Van legértékesebb palack? Van nagy büszkeségünk. 1967-es évjáratú kéknyelű, teljesen zárult tétel, természetesen csak különleges alkalmakkor kóstolunk belőle, hogyha esetleg egy olyan kéknyelű sorozatot teszünk egymás mellé, szeretnénk egy régi és érett bort is megkóstolni, akkor ahhoz visszanyúlunk.